Győri tanár úrnak az volt a fontos, hogy tényleg értsük a dolgokat, nem az, hogy megjegyezzük a képleteket, hanem hogy megtanuljunk fizikusként gondolkozni, hogy a kísérletek alapján megfigyeljük a dolgokat, nyilván vezessünk jegyzőkönyvet, és akkor ezek után matematikai képleteket tudjunk felállítani. Szóval igazából tényleg erre tanított meg minket, hogy fizikusként, kutatóként tudjunk gondolkozni. Igazából tanár úr, azon kívül, hogy nagyon lehetett rajta érezni, hogy tényleg szeret tanítani, bennünket is nagyon szeretett. Például negyedik év végén mindenki személyre szabott ajándékot kapott, úgyhogy hogy tényleg foglalkozott velünk emberként is, és nem csak mint diákokként. Én pedagógus családba születtem, édesapám, édesanyám is pedagógus volt. Most hát gyerekkorom óta otthon láttam, hogy mibe áll a pedagógus munkának az otthoni vonala. Tehát ezeket a dolgokat egyenesben láttam. Iskola közelbe nőttem föl. Ahhoz, hogy egy olyan órát, ami tényleg a kevésbé érdeklődőket is magával tudja ragadni, az ember megtarthasson, rengeteg előmunkálatra van szükség. Az ember 8 órán keresztül készít elő egy olyan kísérletet, ami majd 10 másodperc lesz az órán, ha sikerül. Aki járt iskolába, az ismeri azt a tanári mondatot, ami a nem sikerült kísérleteket szoktak kísérni, hogy tegnap még a szertárba jó volt. Az embernek a memóriája szerencsére szelektív. Elmúlik 4 év, elmúlik 10 év, és akkor már nem emlékszik az ember a hétköznapi bosszúságokra, viszont megmaradnak azok a élmények, azok a jutalmak, amiket viszont kapunk cserébe, hogy szeretetet, ügyességet, szép eredményeket látjuk, hogy boldogok a gyerekek. Nem szabad, hogy ketté váljon a fizika tanár és a pedagógus, azaz szüntelenül nevelni kell még akkor is, hogyha Newton törvényei vannak a centrumban azon az órán. Az első és legfontosabb dolog, hogy megbecsüljük egymást. Ez nem csak a fiatalabb részéről kell, hogy az idősebb felé megnyilvánuljon, hanem ennek fordítva is meg kell lenni. Az olyan diákmesteremőrökkel, akikről már tényleg lehetett látni egy idő után, hogy hát nem fizikus lesz belőlük. Azt próbáltam mindig elérni, hogy ne félelemmel közelítsenek hozzá, és valamiféle szent borzadállyal, hogy ez tudomány. Tudomány a fizika, de a középiskolás fizika tantárgy az még nem föltétlenül tudomány, az csak egy kis tájékozódás, hogy az embert mégis ne lehessen eladni a mindennapokba.